gyerek szereplők élete egyáltalán nem könnyű. Nekem elhihetik, van benne tapasztalatom. Az utóbbi időben több magyar film is készült, melyben gyerekek kaptak komoly feladatot. Ilyen volt a Különfalka, vagy Bergendi Péter rendezésében a Postmortem. Most utóbbiról fogunk beszélgetni, méghozzá Hajs Fruzsinával, az egyik főszereplővel. Most lesz a jó. Kezedet ezt így tesszük szépen. Először úgy volt, hogy a Dorkát kérik fel erre a szerepre, a nővéremet, mert ő már forgatott a Bergendi Péterrel, és nagyon jól kijöttek egymással, és jól tudtak együtt dolgozni. Csak ugye a Dorka kinőtte a szerepet, úgyhogy behívtak engem is castingre, hogy akkor megnéznek, és jól játszottam, és megkaptam a szerepet. Én már régóta csinálom ezt a forgatást, bár előtte ilyen kisebb reklámok voltak, meg a sorozat a Csak Színház és más semmi volt, de ilyen meg nagyobb film az, ez volt az első. Fagyott lent a föld. Ott várnak hetek óta, temetetlenül. Szállás kell neki. Maradhat. Én még nyáron valamikor kaptam meg a forgatókönyvet, akkor elkezdtem olvasni, és egy idő után már nem bírtam lerakni a forgatókönyvet. Ugye végigolvastam, utána elkezdtem izgulni, hogy akkor most hogy fogom megtanulni ezt a csomó szöveget. De be volt oszva, hogy melyik napra melyik szöveget kell megtanulnom. Szóval, hogyha mondjuk kevés szövegem volt, azt mondjuk már az előtte lévő nap meg tudtam tanulni, de szerencsére a Boncsa Sára, ő segített ugye a gyerekeknek. Eljátszottuk egymással, és akkor nem kellett így a jelenetnél ragadni azzal, annál, hogy ezzel foglalkozzunk. Mindenhol ott vannak. Hónapok óta hallom a sóhajtozásukat. Nem emberi hangok azok. Bent voltak a házamban éjszaka. Tetszik tudni, ki lehetett az? Ugye a Viktorral én nagyon szeretem dolgozni. Ugye könnyű is volt vele a munka, és pont ezért, mert hogy ugye neki már nagyobb tapasztalata volt, és ő kívülről látta, hogy én hogy játszottam, és azért tudott nekem segíteni, hogy mondjuk mibe kéne változtatnom, és mondjuk mit csinálok jól. Meg ugye csomó jelentnél volt, hogy mondjuk az én közeimet vettük, akkor ő ugyanúgy ott állt nekem, hogy én hogy mondjuk egy irányba nézzek, vagy ugyanúgy el tudjam játszani, mint hogyha mondjuk egy levegőbe beszélnék, de ugyanez meg volt fordítva is, hogyha a Viktornak a közelét vettük, akkor én is ugyanúgy ott álltam, és próbáltam neki segíteni. Ugye anya szokott nekem segíteni a forgatások terén, őt nem különösebben érdekelte, hogy ez horror film, csak nagyon örült, hogy megint van egy forgatási lehetőség, és hogy bekerülhetek egy ilyen filmbe. Úgyhogy nagyon támogatott meg a nővérem is, hogy mindenképpen meg tudjam kapni ezt a szerepet. Hát a forgatáson annak ellenére, hogy egy horror film vagyunk, nagyon jó, mert ugye a közösség hatalmas, és ugye ennyi idő alatt össze tud kovácsolódni a csapat, és ezért nagyon, nagyon lehet elvezni ezt az egészet, hogy minden nap lemész ugyanahoz a közösséghez, azokhoz az emberekhez, akik a barátainak tartoz, és csak velük végig forgatni ezt. Volt zaj az éjszaka. Fél a sötétben? Mi volt ez? Nekem igazából azok a horrorfilmek jönnek be, aminek így kicsit mondjuk így mélyebb jelentés van. Azon szoktam elgondolkodni, hogy ki az, aki mondjuk ezeket így kitalálja. Kivel fogalmazódik meg az ötlet, hogy most egy ilyen történet akar megcsinálni. Ez nagyon érdekes.